Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 29-én. Mielőtt elkezdem ezt a jóslást, szeretnék közölni valamit. Nem tudom, hogy Magyarországon ismert-e, ez az úgynevezett portáltág, így hívják itt német nyelvű területen, lefordítva úgy tudnám, hogy egy kapu, ami nyit egy új lehetőséget a napon, és a német nyelvű területen ez ismer. Én szeretném Magyarországon is ezt megismertetni. Ez a kapu nap, így tudom szó szerint lefordítani, ez a maják kalendáriumból jön. És ez annyit jelent, hogy a mi naprendszerünk is mozog, és van egy ilyen centrális nap, vagy központi nap, ami a plejádokhoz tartozik. És ezt a napot Alkionénak hívják, az annyit jelent, lefordítva, hogy egy királynő, aki győzött a rossz felett, a hamisságok felett. Egy ilyen kapu napon a mi földünk úgy mozog, tehát úgy van a mozgása a naprendszerben, hogy mi most érezzük ennek az Alkionénak a hatását, aki a plejádok csillagképhez tartozik. Ez az energiai mező, ami most érezhető, ez nagyon különleges, hogy ez pontosan mit jelent, azt megírták a maják az ő naptárjukban. Én erről mindig csinálok videót a német nyelvű területen, amit megnézhettek a másik csatornámon, Denderas Liebesorakel, de ez német nyelvű. Ha gondoljátok, én készítek magyarul is ehhez kapcsolódó videókat, amikor egy ilyen kapu nap van, azt is, hogy pontosan mit jelent. Írjátok meg nekem, hogy szeretnétek-e ezt, vagy a kommentárban, vagy pedig e-mailen keresztül. Ez a március 29-e egy ilyen kapu nap, és március 30-a szintén egy ilyen kapu nap. És most a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai, ezt mutatja ez a felső kártya. Ő neki van valami a kezében. És az az anyagiakat mutatja. Őt elgondolkoztatják a pénzügyi dolgok, vagy a munkahelye, mert ez kapcsolatban áll, valamit megpróbál itt a kezében tartani, nem engedi el. De ez jelentheti az ő tartását is, ami kihat a párkapcsolatba, ő most nem tesz lépéseket, hanem előfordulhat, hogy vár arra, hogy ti jelentkezzetek, vagy megsértődött. Ez a híd azt jelenti, hogy valamitől elbúcsúzott, de az, amit ő elérni akar, azt még nem érte el, tehát egy ilyen időszak, egy ilyen átmeneti időszak. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Ezek a kertyek mutatják az érzelmeit, a szeretetét. Ez nagyon jó. Közeledik egy találkozás, és ő átkarol benneteket. Ami viszont itt zavar, az egy harmadik személy, az lehet még egy párkapcsolat, amiben még ő él, de az is lehet, hogy valaki megpróbál ráhatni.
De ez nem kell, hogy egy személyt mutasson, mert a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, az jelentheti azt is, hogy ő még valamit így megtart, szeretne megtartani, az jelentheti az ő félelmeit is. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ő elmondja nektek, hogy a háttérben, amit ez a kártya mutat itt, nagyon sok hamisság van. Valaki cseveg, vagy pletykálkodik a háttérben. De nem csak ez látható itt, hanem hazugságok is. Ez nagyon kellemetlen. Viszont lesz szerencsétek, ezt mutatja ez a kislány, mert a kezében van egy 4 levelű lóher. Tehát egy szerencsés fordulat következik. Ez a kislány mutat újdonságokat, új lépéseket, vagy egy új kezdetet is. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!